kívánok, szeretettel köszönöm a kvalitációt, a mai bemutatóan a Koszai kritikai kiadásnak egy ügyet közvetít, a szegény kisgyermek panaszait tesszük fel, a jelenlévőket így mellett Lovat Borbála, volt a kötet szerkesztés, volt az egyik főszerkesztője, Veres András. És József Érik, aki nem ült ki, de mindig bemutatjuk, a múltkor itt volt, most a hallgatásával, vagy esetleges hozzászólásával az jelen. Jó részt azért céhes közönség lesz, tehát azért nem a fogjuk az alapokból elmondani, hogy mi ez a kritikai kiadás, micsoda. Azt akarok kérdezni először a kötetek, mi novumot hozott ez a könyv? Hát azt hiszem, hogy a szegény kisgyermek panaszai ciklus eddig még egyáltalán nem látottam világot a kritikai kiadásban. És ez mindjárt, illetve ezen túl megjelentek végre a versek is, tehát Kosztolárminak a lirikusi oldala is elindult, azzal a kötettel, ami neki mindig is a személyesen is a legkedvesebb verses kötete volt, és a legreprezentatívabbnak tartott a saját írói életművén belül is, alig hanem ennek tudható be az a párhuzamok nélküli tény, hogy 7 kiadása jelent meg már a költő életében, és állandóan szorgalmazta az újrakiadását, és az újrakiadások során egyrészt hihetetlen mértékben bővítette a kötetet, a kezdeti 34 vers helyett az életében megjelent utolsó kiadásban 64 verset tartalmaz, tehát csak nem a dupláját. Másrészt pedig állandóan átírta, stilisztikailag csiszolta, finomította, tehát ahány kiadás, annyiféle szövegváltozattal, annyiféle ciklusváltozattal számolhatunk, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés talán, hogy a lírai életmű ezzel a kötettel mutatkozik a sorozaton belül. Számomra az volt a legérdekesebb, és azt hiszem ez majd az olvasóknak is az egyik kedvenc része lesz a kötetbe, ahol megpróbáljuk bemutatni azt, hogy Kosztolányi maga hogyan épít egy hatalmas hát kultikus emelvényt ennek a kötetnek. Állandóan hangsúlyozza, hogy ő egyszer sétált, az édesapját kikísérte a vonathoz, aztán hazament és hip-hop megírta, és soha többé nem változtatott rajta semmit. Ugye ezzel próbálja így fókuszba állítani, mindig elmondja, hogy ő már megírt mindent az életében ebbe az egy könyvben, ugye viszonylag korán jelent meg az első kiadás, és hát láthatjuk, hogy a bővítések nem arról tanúskodnak, hogy ő sose volt nyújt volna hozzá, ráadásul rengeteg más kötetéből átkeregézett verseket, nem csak újakat írt, és emiatt fantasztikus. Már egy kóstolva, csak már egy kosztorizás, bocsánat, van már szavába kapva, csak így mielőtt Deadpool gondolatát folytatva, hogy ráadásul az, hogy az apját kikísérte a vonathoz, és az egész ciklus úgy, ahogy van, így egy verszébe jutott nagyjából, borítósul oldal számos úgy minden eső. Abban az a szép, hogy 2 év múlva meg közé adott egy olyan nyilatkozatot, ami ugyanerről szól, hogy az anyját kísérte ki a vonathoz. Tehát ez biztos, hogy a családból valakit kikísérte a vonathoz, és hazafelé az egész ciklus úgy, hogy az eszébe jutott. Szoros családi életet éltek, úgyhogy ilyen apróságba nem kéne fönnakadni. Az egyébként, hogy növelte a számot, ez nem magától értetődő, mert például a 4 fal között kötetnek a újabb kiadásaiban csökkentette a számot, tehát ez egyáltalán nem magától értető jelenség. Na most tulajdonképpen az egész kötet legnagyobb problémáját az jelentette, az a speciális helyzet jelentette, hogy ez volt az első igazítás sikere Kosztolányinak, ez volt a verses kötet számára is, és ebből kifolyólag tulajdonképpen az újabb és újabb kiadásokat igyekezett úgy átalakítani, úgy bővíteni, úgy javítani, hogy továbbra is megőrizze ezt a kitüntetett szerepet a kötet. Bizonyos értelemben a más ezzel párhuzamosan kiadott verses köteteire messze nem fordított különösebb gondot, és sokszor azok a versek, amik először más kötetekben jelentek meg, ha kiderült, hogy igazán jó versek, akkor magasabb osztályban léphettek, azaz a szegény kisgyermek panaszai következő kiadásába bekerültek. Számos verse, tehát így bekerült a továbbiakban. Tulajdonképpen amíg a Bush-férfi panaszainak tulajdonképpen az alapötlete föl nem merült, és amíg azután is volt egy kiadás, ugye a szegény kisgyermek panaszai, de lényegében a
a Bush férfi panaszai váltotta ki igazában ezt a kötetet, tehát akkor fejeződött be igazán a kötet, amikor ma folytatás ciklusa, tehát a ciklus, ami folytatásnak készült, az fölváltotta. Addig állandóan módosult és változott, és tulajdonképpen stilálisan még a összegyűjtött versek változatában is módosult, és érdekes megfigyelni, főként a szecessziós, bizonyos esetben a szecessziós elemeknek a gyomlálása. Hát korábban megkezdődött, de még ebben az utolsó változat esetében is hát folytatódott, és itt az a szerencsét van, hogy ugye itt a levonatok, legalábbis egy részük megmaradt, és pontosan lehet látni a javításokat. Hát kérdezem, hogy egy kicsit provokatívabban, mert részben szakmai közösség áll, mert ez meg senki nem volt itt, azt hiszem, hogy egy hónappal ezelőtt én Zoldi Miklósként védelmeztem József Attila ellenében Kosztályi költészet, hogy egy kortárs költő neki van, hogy Kosztályiról nagyon durva dolgokat mondani, mert felét sem fogom József nézni. Attila ellenében. Hát értem, hogy József Attila az nagy költő, és Kosztályi bizony, stb. És tehát viszont most egy kicsit az ördög ügyvédje akarok lenni, és a beszélgetés egy kicsit nem ennyire a filológia felől, de hogy újraírta, folyamatosan csiszolgatta, de javult-e annyit, tehát hogy ez a kultikus rangja, az esztétikai érték felől annyira kitüntetett, csak postosan. Azt gondolom, hogy a számadás nem lenne, nem biztos, hogyha annyira oda lennénk, vagy mondjuk a kései költészete. De egyrészt ez a kérdés, hogy az újraírások azok általában esztétikai javulást jelentettek, vagy csak gyomlálást, és egyáltalán nem értékel túl szerintem a mostani irodalomtudomány ezt a újraírás ciklusba szerveződés tökéletességre vagy tökéletesen, valami egyáltalán nem tűnt el, de azok a, mondjuk a, amit a Tandori, a Zsangsalokvesa kötet eszéjében, a kettős hangokban, mint aki által érzi a tűnő életet, ugye szörnyű, avit, elviselhetetlen, és ezek megmaradtak. Tehát, hogy ezek ennyire erős kötet lenne ez, hogy a mai ízlés felől, mert Tandori okosan hozzáteszi, hogy a 19. században útságait elnézzük jobban, Aranynak, Vörös Martinnak, stb. Kosztányival szemben a kortárs költők, legalábbis annak az igényesebb része, egy kicsit azért nincs úgy oda, mint a 80-as években. Tehát ha tovább olvasod a Tandorinak ezt a szövegét, és nem állsz meg a harmadik mondatnál, akkor abból az is kiderül, hogy azt mondja a Tandori, megdöbbentő, hogy milyen avit szavak ellenére a szerkezet milyen nagy versét tudja formálni adott esetben. De pont ezt, pont azt mondja a Tandori. Most a Tandori egyébként szerintem igaza van, hogy a szecessziós szókészletet, ezeket elavultnak érezzük. Maga Kosztolányi is érzékelte az ízlésváltozást, ezért céloztam az előbb arra, hogy a későbbi köteteiben ugye hát ezeknek egy részét, például a Bush szót, ugye elképesztő mennyiségű a Bush szó az első kiadásban, és ez később már így átadjuk ezt a semmi, lehet, hogy megmentő, ez egyik dolog. A másik dolog, hogy amikor Kosztolányi költészetéről beszélünk, az azért nem a szegény kisgyermekről beszélünk csupán, meg kell mondjam, hogy különböző időszakokban különböző kötetei hatottak. Például Vas István a Bush férfi panaszait szerette legjobban, rá az volt a legnagyobb hatása, és arról írta a legtöbbet. Kétségtelen, hogy Ignótus Pál volt az első, itt a recepció történetből jól kiderül, ugye nagyon részletes recepció történet található ebben a kötetben is, és ott kiderül, hogy Ignótus Pál volt az első, aki felvetette, hogy a késői költészet az igazából a kosztolányi költészetnek az igazi jelentőségét adó rétege, és ezzel sokan egyet is értenek, vagy sokan is utóbb egyet értettek, de ez nem változtat azért a szegény kisgyermek panaszainak a jelentőségén, azért egyike volt azért a 20. század legsikeresebb, nagyon sok kiadást megért műveinek, és hihetetlenül népszerű volt, még Karinthi paródia nélkül is népszerű volt, azzal együtt, amik viszont felülmúlhatatlaná vált. Tessék! Korszerűségét, előző és utóidejűségét, én matematikát tanultam, és tanultam azért a szingularitást, hogy tetszőleges változó mennyiség, amely pontja, ahol egyetlen értéket vesz föl. Most mondok egy szingularitás, hogy művészet történő, azért, hogy ezen a szakítottan egy háromszerűen kérdésben. Egy változóság, és nem tudom, keresztmevét egy István Körzsi, aki a legnéknél volt Itványon a követve, aztán elkergették, szállítva írt 32-ben, 31-ben egy könyvet, Lár Sümer, én látom a Sümer
kimutatta azt, hogy a román művészet, a sumer művészetről függ, amelyet akkor 15 éve ismertek. Nem mondok még, már a Józsefvel foglalkozó Hámánnal is érdekes, hogy Goethe ismerte Hámán, tudtam is, hogy elolvastam Viktor Lárhelyzet. Van benne egy tökéletes kapkanovella, de nem hibátló kapkanovella, és van benne egy német alapörű testmény. Az utóbbi az könyv ide. Hogy kerül egy 1803-ban, 1792-ben egy Goethe, nem később, a Viktor Lárhelyzet, hogy kerül egy kapkanovella? Nem a kiadott és nem tudom, hogy erre nem készültünk. Meg Ignótus Pához, illetve ez a vélekedéshez egy kicsit visszatérve, részkanyarra. Azt gondolom, hogy ha már megvannak ezek az utolsó versek, akkor tudja azt mondani, hogy ezek az utolsó versek. Tehát ahhoz, hogy ez kinőhetőnek tűnjék így az egész életmű vonatkozásában, ahhoz ezt ennyire meg kellett csinálni. Tehát hogy számomra, persze az ember bemegy a moziba, néz egy filmet, fekete-fehér és franciával beszélünk, azt gondolom, hogy művésztél. És ez azonban az kellett, hogy legyen egy csomó film, ami fekete-fehér és franciával beszélünk benne, és művészfilm legyen. Tehát, hogy a Kosztolányi egy pillanatban nagyon-nagyon leteszi a garast, mégpedig úgy, hogy aztán a későbbi, és nem csak a lírai életműre, de az etikai életműre is gondolok, kisepikai, novellista életműre és a regényekre egyaránt, azt tudja mondani az ember, amikor olvassa, hogy aha, na ez az a világ, ami a szegény kisgyermekben ott van. Szóval így megcsinált egy terepasztalt, és aztán utána persze elkezdett igazi vonatokkal játszani, de azért az ember nem teszi jó, ahogy utána csak fitymálva beszél erről. Én is provokatív vagyok. Ja, én meg a legkevésbé sem szorú szeretném Kosztolányi bizonyosítani kihívásra, mert ugye mindenki teljesen elborult a legnagyobb töltőként gondolja. Inkább a kérdés nem is a vélekedések, hogy Ignótus kérdezik, hanem az élő költészet ezzel nem tudjuk mit kérdezni. A mai kortárs költészetben a korai Kosztolányi műtőke nem hatna, szemben akár 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel, ugye a Tandori eszélye is már jóval régebb, és ott azért a harmadik felben tovább is olvastam, hogy folyamatosan mutatja, mik a máló erek, vagy mit kéne kihagyni. Tehát ő végigkönt tartja ezt a dolgot, hogy azért amiről, és persze abszolút a Tandori költészet támaszkodik a Kosztolányi, és abszolút előzményeket is nagyon nagyra tartja, de megkapírgatja sokkal inkább, mert ugye itt sokszor azzal pedítek le, hogy kultikus könyv, legnépszerű, ebből a világ is a legnépszerű, és mégsem a legjobb magyar kortárs költő. Az még önmagában sokan olvasták, azért az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a legjobb lenne ő. Gondolom én. Mert a kötető, vagy az életműből belül nem is hozzá egy egész szolgált. A József Attila. De most nem is az igazabb történet, hanem mondom, a kortárs jó. Először is a József Attila ugye az összegyűjtött versek őri kritikát, és abban is a szegény kisgyermek költőjeként elsősorban Kosztolányról talán nem véletlenül. Tehát ő látta azt a fajta folytonosságot, ami valóban ezt a költészetet egyrészt jelenti. Másrészt, hogy ma éppen mivel hat túl azon, hogy egy rendkívül plurális modell a mai irodalmi élet, és nem hiszem, hogy általánosítani lehetne, és ha mondjuk nem hatna, akkor mi van? Abban nem követeli semmi, hogy holnap vagy holnap után újra előveszik, mert valaki rádöbben valami olyasmire, olyan ízre, olyan értékre, olyan speciális poétika vagy egyéb sajátosságra, ami izgalomba hozza, és valóban újra érdekessé válik. Éppen ez a jó, hála Istennek az irodalomban is, hogy időről időre megununk valamit, megununk egy irányzatot, megununk egy költőt, és aztán másokat veszünk elő, és aztán megint előről, akkor vagyunk elő a formulánál. Tehát ez önmagában nem dönt el semmit a világon. Nem mutatottam hozzá, hogy azt láttuk, szerintem mindeketten a feldolgozás során, ez egy nagyon sokkal kikötet. Szóval beszélhetünk arról, hogy az irodalom történet ma annyira nem ájpolja, nem beszél róla, nem elemzi agyon ezeket a verseket. Viszont például az óvodás versmunkakönyvekben évtizedek óta benne van. Szóval egy olyan szövegcsoport, ami él a mindennapi irodalmi hagyományban, és persze, hogyha kinyitja az ember, akkor nem olyan, mint a Kosztolányi utolsó köteteit, mint ilyen. Szóval van egy
bizonyos fajta infantilizmus ezekben a versekben, amellett, hogy nagyon sok versnek mély mondani való tulajdoníthatunk, de nem lehet ugyanúgy elmezni őket szerintem, mint a késői verseket. Nem szívesen kedvelünk én, de azért a Pandori eszében az is benne van, hogy Kosztolányinak nagyon sok verse van, amelyben nagyon aguló, vagy elavult részek vannak, és vannak részek, amelyek figyelemenél van, viszonylag nagyon nagy számú versénél. A másrészt a támadás kötetet, hát azért persze nagyszerű, de ott is van szecesszió, és a hajnali részegségben is van. Ehhez képest a hajnali részegség számomra, nem vettem részt a szabadásból, ugye megrendítő módon ugye első helyre került, úgyhogy azért ez nem egész, mint a mai magyar történészet, hát a Tandás erre már utalt, az rendkívül sokféle. Tandorinál egyébként nagyon sok nyoma van Kosztolányi verseinek, még a szegény kikernek verseinek is, de másokra is lenne igazolni. Csak annyit akarok mondani, hogy borzasztóan egyenetlen költő, és ez a kötet is, ebben nagyon sok elavult elem van, de hát valóban holnap esetleg másként fognak ítélni, mint ahogyan ma ítélünk, és ma is nagyon sok félképpen ítélünk. Egyébként, hogy gyűjtöttük össze a ciklusról szóló írásokat, megdöbbentő volt ez a hihetetlen sokféleség, tehát hogy hány embert hányféleképpen szólít meg a ciklus, és nem csak irodalmárokat, akik ellenző módon nyúlnak hozzá, elhelyezve valahol a lira életműben, stb., hanem művészeket, tehát kezdve a Térein, aki az előszavában ugye felmagasztalja nagyon erősen a szegény kisgyermeket, folytatva azon a blokkon, ami a Műútban 2010-ben jön meg, ugye ennek nyilván a szegény kisgyermek 100 éves születése volt az apropója, tehát nem véletlen, hogy ennyi mű született, de hogy mennyi művészt ihletnek meg, és tényleg így a Kosztolányi nagy mondatokhoz, aranyköpésekhez érkezünk, ha a szegény kisgyermeket felütjük. Tehát hogy így valahogy megültek, míg nem egyszer a később, tehát a későbbi költészetből egyszerűen vagy sokkal kevesebb ült be, mint hogyha keresztül generációkon ezt ezzel indul, de egyszer mind ezzel találja meg a saját hangját, és a később ez a hang ércesedik is, mégis a hangtalálás gesztusa, az igazi nagy gesztus, ez mint hogyha beült volna és öröklődnék tovább generációról generációra. És hát vannak olyan versek ebben a kötetben, mint ugye az eredetek Bácskai rajz című vers, amely a Kosztolányitól nagyon távol álló Kassák őszinte bámulatát is kiváltotta. A verseket benne van a recepció történetben, nem emlékszem. És ennek a versek, amely a napraforgó, mint az őrült kezdette, bekerült a szegény kisgyermek panaszai sorozatban, ennek mai napig nagy irodalma van, tehát nagyon sokan írnak erről, és egyike a legélőbb, ennek a korszaknak az egyik ma is leginkább élő verse. Tehát természetesen nem az egész ciklust érinti, de a ciklusnak vannak olyan darabja, amik hihetetlenül élnek és modernek. Persze állj ugye, hogy nem vagyok szakember, orientalistőt meg egyik róluk. Emlékezhetnék a Horváthia barátom, akivel sok-sok évvel előtt akarunk csinálni esztétikát Kárnapnak a lehetséges a neurologikai fizikája munkája alapján a lehetséges világok szellemében egy esztétikát nem írtunk meg. De azért, hogy vegyük észre, hogy most már eltelt egy csomó idő a csúnya pioszkák óta, és azért van a referenciája, tehát és szituáció, korszituációja, valaki egy reakciós állat, vagy mégis te reakciós állat. Hogy azt sem? Azért mondom akkor a matematika. A Rényi Alfrédnek volt egy munkája 62-ben, dialógusok a matematikáról, akkor kezdtem matematikát tanulni, és írtam erre egy választ, aminek már soha nem jelent meg. Az alapmondat az, hogy a matematika úgy működik, hogy a fogalmak azok a hajók, és a tételek, az igazságok azok a szárazföld, amelyeket a hajókkal bejárunk. Ugye?
Most ez a esztétikai szférára külön alkalmazható, hogy az egyes művek azok nem egyes esztétikai, mint az esztétikum univerzumának a bejárására alkotott eszközök. Elég világos? Ráadásul egyébként egy olyan konkrét pillanathoz nem feltétlenül, tehát persze rengeteg dátumot tudunk, de pont ezért nem egy pillanatról beszélünk, hanem egy folyamatról. Ezt elkezdi a 25 éves, 24 éves kosztolányi írni ezt a ciklus, és 1935-ben befejezi az 50 éves kosztolányi. Tehát több mint a fél életét tulajdonképpen ennek a ciklusnak a barkácsolásával, tehát már ha jó, akkor nem megkapod a palackokba, az állpiti hajók is eszébe jutna. Tehát, hogy ennek a ciklusnak a barkácsolásával tölti. Tehát ez egyszerűen egészen elképesztő, főleg az összegyűjtött költemények szemszögéből, mert említette Bori, hogy sok költemény átkerül a szegény kisgyermek panaszaiba, de az a vicces helyzet áll elő, hogy amikor azt a kötetet, amiből átkerült, mondjuk adott esetben négy fal közöttet, újra kiadja a Kosztolányi, akkor azokat a verseket azért nem szedi ki belőle, amit párhuzamosan belerak a szegény kisgyermek panaszaiba. Tehát valószínűleg úgy van azért, mint a Szécsi Pál a violákkal, hogy azért jó, hogyha az a sláger azért minél több kis lemezen, minél több nagy lemezen ott van. Tehát ő gyakorlatilag, és az összegyűjtött költemények azért érdekes, mert ott állásfoglalásra kényszerül. Tehát minden versen szépen világosan fel kell akasztani egy fogasra. És azt mondja, hogy ezt én ide gondolom, azt én oda. És ez alapján mondhatjuk végül is, hogy ezek tényleg a szegény kisgyermek panaszai bűvítései lesznek. Mert ugye például ellenpélda, fel tudjuk mutatni a lakmusz másik oldalát is, ott van a Búsférfi panaszai eredeti első kiadásába berakva a Boldog Szomorú Dal cím nélkül. És azt, amikor eljön az a pillanat, hogy összegyűjtött költemények, akkor szépen visszapakolja a kenyér és bor elejére, vagy úgy érzi, hogy nem tud más olyan erős verset a kenyér és bor elejére, mint a Boldog Szomorú Dal, és ehhez képest elkallódik a Búsférfi panaszai versei közt, vagy én nem tudom, mire gondol, de minden esetre visszarakja. Ez a szegény kisgyermekben nincs. Tehát amit egyszer átküldött a szegény kisgyermek panaszaiba, arra 1935-ben ráüti a pecsétet, hogy annak ott van a helye, azt kész. Tehát így marad. Azt jó napot, igen. Köszönöm szépen, hogy szakkifejlődésre. Azt hiszem, hogy egy nagy költő, aztán nyilván kibírja a kultuszrobolást, hogy két helyeket itt elhatod, hogy egyenetlen költő, amit az elmúlt 15 évben azért öltöttek nem írt. Tehát az életműve is, meg a egyébként majdnem minden jelentős magyar költőbe lehet József Attilát is, nagyon aggódó korszakai vannak, a számomra elviselhetetlen mondatok, vagy szörnyű korszakok, tehát ez a plakát agitatív költészete, verse regény osztályharcos, vagy parampapam, kapnak is a pártigyát, és így tovább, ez nyilván aggódó. Na kinek? Valakinek meg nagyon? Nekem tetszik. Nem akarok, hogy József Attila a pártigyát, hogy ezt a pártigyát, csak hol az a pártigyát. Jó, vagy nem akarom ezzel, amit mondott viszont a gyűlés, az valóban meggyőző, hogy itt találja meg költőként leginkább önmagát, és ez kitüntetett dolog, meg egy hangot, ami többen, aki Kosztolányit hallja, ezt tovább hallja, és vannak közte jó, meg kevésbé jó megoldások, szerintem ebben a ugye Kosztolányt vissza kellett hozni a 70-es évektől a magyar irodalomba, egy ilyen nagyon erősen védelmező is az egész életművet, amit egyébként az egész magyar irodalomra Arany Jánostól kezdve mindenki minden nagyot így egész, és nem merték szétszedni, nem merték beismerni, hogy ugye hát nagy művek vannak, meg kevésbé sikeres művek vannak. És így tovább. És ugye másolóan meg a prózája fölértékelődött nagyon jelentős mértékben, sokkal erőteljesebben. Azért az, hogy a kortárs költészetben jelentős tényleire valóban hatott, a keményre hatott, és onnantól a fiatalokra nem hat. Azért, de nem baj, ez valóban így van, vagy más dolgok hatnak, a késői kosztolányi hat költészetből szerintem. A Rózsa meg elég erőteljesebben hat. A 20 évvel ezelőtt nem így volt. Az nem azt kell, hogy ilyen meg olyan változó is az irodalom. Az, hogyha a irodalom nem írja tovább, akkor azért egy nagy költő, persze, hogy megmarad bizonyos egy nagy költőnek, meg nem. Meg azért ma nem hat a kortárs irodalomra, és azért nem is tartják az irodalmának olyan nagy költőnek, vagy nagy írónak, mondjuk 30 évvel ezelőtt. És ez a kettő között van összefüggés, akár mennyire akarjuk ezt tapasztalni. A Kosztolányi azért erőteljesebben hat, csak természetesen olyan teljes mértékben. De valóban ez a kötet kitüntetett, és akkor ezt kérdezem, hogy ezeket, hogy ezt szálazgatjuk szépen.
Igen, nehéz a kihívás, mert egyszerre kell érvelni, amelyet ez a kötet kitüntetett, hogy neki most így rögtön szert egyen, és böngészszer üres estén. Másrészt még ki kell emelni azt is, hogy akkor nem kitüntetett, hogy majd a sorozat későbbi kötetét is ugyanilyen kíváncsisága vegyék meg. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a kötet kitüntetett, ahogyan a sorozat minden kötete kitüntetett kötet. Tehát egy ilyen best-of-ot rakunk össze tulajdonképpen. A Na mindegy, a ügyeinkre egy pár dolgot szeretném mondani. A Iván alatt mellettem sok-sok éve azt játszottuk, hogy egymást helyzetük azt a slágert, hogy a Sanzont, hogy beírtak engem mindenféle könyvbe, minden módon számot tartanak, ugye? És azt, hogy számon tartják, hogy ők, stb. Azért van különbség, ugye? Van különbség egy bevett költő és egy magát rettenetes módon kivégző költő között, szerintem. Ebben én vagyok a bűnös, a József Attilába, de egy régebbi vitát idéztem, de mindig tetszik, hogy valamilyen nagy költő, és kihez költött. De József, ugye két költő nagyon jó barátságot volt. Egyébként az árukodó, hogy azért a szegény kisgyermek csalaszért emeltek ki, mert nem csak barátok voltak, későbbi dolgok már rivá is költött. Nem nagyra tartották egymást. Akkor egy kicsit, most már ne ebbe a eszitbe egy megítélésben mezgeli, bár csak nagyon volt szakadt erre válaszolni. Családi történet, bocsánat. Nem, azt mondja, hogy ki jön. Megkívtad a nyilvánosan beszélgetünk, és utána majd a zárulóinak adnám a továbbiaknak a közösségnek. Szóval szerintem tulajdonképpen ennyi, hogy egyszerűen nekünk a recepció összeállításánál volt ez az elképesztően meggyőző, hogy mennyi hangot ébresztett fel a osztály. És mivel legszigorúbb, tehát az emberek politikailag elítélték is, annak idején, még az 50-es években nagyon-nagyon gondosan, ilyen finoman kiterülték azt, hogy a szegény kisgyermekről szóljanak. Sőt, ugye amikor a Vas István meghúzza a szegény kisgyermek panaszait az első megengedett Kosztolányi vers kiadásban, válogatásban, így van, ez még csak válogatott kiadás volt, akkor meg is kapja érte a fejmosást. Ez 55 válogatott versei. Akkor Gyergyai nagyon meg is mossa érte a fejét, hogy amihez nem szabad hozzányúlni, az a szegény kisgyermek panaszait. Tehát ez egyszerűen ott van, tehát hogy akármilyennek tűnnek különböző időjárás és hőmérsékleti viszonyoknál a kontúrjai, ez így most Prágából jövök, ez ott van, mint a Károly híd. Most jó napot! És az előbb kérdeztem egy nem provokatívan, hogy ez az újraírás, ez javulást jelentett, vagy javulást és romlást? Ez hogy látod? Én sokat foglalkoztál vele most költészetőségét. Hát én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon egyértelmű az az irány, amiben ő újraírja ezt. Egyrészt ugye ő saját maga meghatározza, hogy mik azok a szecessziós elemek a korábbi nyelv használatában, és nyilván mindenkinek rögtön teljesen helyesen a búcs jelzőt az eszébe. Tehát, hogy ezeket a jelzőit küldi el, nem mondom, hogy szállatos például igen, a szállatos, igen. Tehát a Bushnak hadat üzen, tehát az amerikai elnök választásra nem csinálják ennyire profit. Aztán fogja az összes idegennek érzett szót. Tehát például a legjobb gimnasztika az talán, amit a lúgballonnal csinál. Ott van ez a boldogtalan lúgballon, ami ráadásul rímhívó helyzetben van, ott van, hogy az udvaron. És akkor ő elhatározza, hogy ha törik, ha szakad, még a barna léggömbök esnek az égből, akkor is ő léggömböt fog írni a lúgballon helyett. Átírja, és ráadásul keres rá egy ilyen udvarunk egén fönn megoldást, mert egyszerűen muszáj neki az a léggömb a lúgballon helyett. Tehát az almáriumból üveges szekrényt csinál, és egyáltalán úgy... Muszáj szót is kerül. Igen, muszáj. Igen, muszáj. Ja, és aztán, tehát olyan, mintha ezt az egész bakos, féle idegen szavak szótárát most egy visszájáról megcsinálná ebben. És ezért, hát én nem tudom. De az is akar, hogy a nyelvi turizmus, az nem volt.
Nekem néhol erőltetetnek a hat igazából, tehát erről a Szervantal ír keményen, fogtuk magunkat be is idéztük, amikor kárhoztatja a Kosztrány nyelvű Krisztusát. Bizony, igen, tehát nem érzem egyszerűen erősebbeknek feltétlenül. A Búsi az nagyon jól tette. Tehát ez a kötet az első változatában, az ember figyelmesen olvassa, akkor mindig arról szól, hogy melyik két-három szót toljam be a két bús közé. De ezt nyilván nem csak Kosztrányi használta, az egész korszak tettében, akkor az egész korszak. Hát például a Diva saját. Addig volt Árpádi, tehát nincs az, aki lehet. Nyilván minden korszaknak van valami az egész Amerikában. Úgyhogy erős lesz ez. Nekem érdekesebb volt egyébként az, hogy azokat a verseket, amiket eredetileg nem ciklus, nem szegény kisgyermek kompatibilisnek szám, azokat hogy építette bele. Például apámmal utazunk a vonaton, ott egy szó sincs apámról. Tehát apa nem utazik az apjával a vonaton, néz ki az ablakon és leírja a kinti tájat. Nagyon tetszik neki ez a vers, ráéhezik arra, hogy bekerüljön a ciklusba. Nem is tetszik. És ráadásul Andrásnak is tetszik. És ha már ennyi tényező konstellációja egy irányba mutat, akkor beleírja a papát, ami kapcsolódása mégis legyen egy kisgyermek helyzethez. Tehát, hogy nagyon sokat dolgozik ezen, nagyon finoman, nagyon, nagyon ügyesen, és összességében talán egy érettebb szöveget fog létrehozni, de nem azt, nem az első kiadás sem olyan, hogy az ember tulajdonképpen valami fajta ilyen ős változatát látná a későbbi érett ciklusnak. Az, amiért szeretjük, az már ott bolyong az első kiadás néptelennek tűnő folyosóin is az a szellem. Bocsánat, csak annyit akartam hozzáfűzni, hogy engem például meglepett a kérdésre válaszolva, hogy milyen keveset változtat a verseket alapvetően. Szóval, hogy ahhoz képest, hogy a fél életén át ezen dolgoztak, a kötetekben látszik, hogy a legnagyobb energiát arra fektette, hogy most rövid hűvel, vagy hosszú hűvel, vagy milyen tájszólási jellegzetességgel írjon egy szót. Szóval, hogy ezek a szócserék, amiket Zsolt mondott, ezért elhanyagolható számúak, ami engem meglepett. Sokkal érdekesebb az, mikor beilleszt verseket, és mikor mondjuk egy szonett formán címbombáz ilyen szabad versé. És ugye eltűnheti a címeket. Nem tudunk olyan álljú tisztelettel gondolni erre a ciklusra, amilyen álljú tisztelettel ő maga gondolt rá. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha állandóan az élete nagy szerepében léphetne fel. Tehát és miért csinálta szerinted? Ez így valóban elragadtott és a végét. Szerinted? Nem annyira jellemző rá. Én azt gondolom, hogy annyira szerettem, hogy bocsánat, ha ez borzasztóan profán ez a... Egy kicsit púz is, igen hallom. Hallom ezt, és értek vele egyet, de hogy én azt gondolom, hogy annyira szerelmes volt abban, hogy ő ezzel a kötettel bevágódott. Tehát, hogy valami olyan feltétlen hitelt jelentett az ő szemében ez a kötet azért, mert egyik pillanatról a másikra ünnepelt költővé lett általa, hogy tulajdonképpen úgy nézett rá, mint valahogy a talizmánnyel. De hát nincs fal között, hogy ezt ügyelződik, az meg nem jött be. Igen, tehát van 7 alkalom, amikor megtörzsöl, mint Aladdin a csodalámpája. Nem csak erről van szó. Azért nála, ugye nem véletlen mondta, hogy az élmény az tulajdonképpen a gyerekkorra záró, mert számára ez volt a karja. Tehát szemtemben állítatban is a gyerekkorhoz nyúl vissza, tehát ahhoz fordul vissza. Tehát számára ez egy abszolút kitüntetett időszakban a gyerekkor világa, és ezt ráadásul ebben a ciklusban rendkívül sikeresen valósította meg, teljesen érthető. Ugye állandóan kijelenti, hogy ez az én életrajzomat megtalálják itt ebben a... Ez többször megírta, többször nyilatkozta, szerintem ez nem póz. Ő sokat pózolt életében, mint ahogy ez általában a nyugat kárdájáról általában jellemző volt, de én ebben nem látok pózt, tehát ez egy valóban őszinte és sokáig tartó betegség volt nála, tulajdonképpen a Bush férfi panaszai volt az egyik gyógyír, hogy tovább tudott lépni, egyébként eredetileg egy trilógiát is tervezett, tehát lett volna még egy harmadik ciklus, ami lezárta ezt az első kettőt, ez már nem jött össze. Tehát én bizonyos szempontból valóban Kosztolányi szempontjából is megkülönböztetett jelentőségének gondolom ezt, független attól, hogy ugye az édes Anna végén
van ironikus reflexe is, ugye reflexiója is, hogy őt kvázi, mint csak a szegény kisgyermek panaszainak a költőjét tartják számon. Ugye a két kortes közül az egyik, aki egyáltalán némi tájékozottságot mutat a tekintetben, az ugye így apostrofálja őt. Tehát bizonyos beszorítottságot, korlátozottságot is érzékel idővel éppen a szegény kisgyermeknek a túlzottan nagy sikerének az ellenhagyásaképpen. De ettől függetlenül aztán élete végig ez bennöntő, és amire utalás történt, tehát ugye összegyűjtött versekben egy csomó kötet végtelen hiányosan, töredékesen, sobányan jelenik meg, és van képviselve, éppen azért, mert a szegény kisgyermek elszívja előtt tulajdonképpen a teret. Igen, mondjuk azért az a valami, hogy sztár lesz valaki, vagy sikerül lesz, ez mindenkinek fontos, hiszen ugye a nyugat szerzői előbb-utóbb, vagy nagyon hamar, tehát a mai irodalom felől néz, 24 éves, 25 éves szerző, hát 30 alatt is szinte mindig, és már ismert figurák, hogy nem is áll meg a villamos, de a pesti világban tudják, hogy kicsodák, és ugye ezt a sikertünk rendet használja. És ugye ezért elfogy, vannak olyan feljúzsok, és ezek a prózaiakon már sokkal később találja be magát. És az ember nyilván, mint mindent, ugye az Adna és Saroltának ezt a dalat, azt mindig el kell énekelni, bármilyen és akár úgy gondolja, hogy jobban is ír, de azzal lettem. Sándor, most Kosztolányiról van szó, akkor talán válogassuk meg, hogy ki ilyen. Ebből a szempontból nem működik másképpen a kultúra. Maradjunk a gyöngyszerűen. Én nem értek egyet, szerintem Kosztolányinál nem póz volt az, hogy ezt a kötetét kiemelte, hanem ebben igaza volt. Tehát tisztán külsőleg nézi a dolgot, ez teljesen stimmel. Ő azért haragudott Adira, mert Adit fölfújják a botrányos életrajza, illetve a politikai állásfoglalásai miatt, holott az új magyar költészet megteremtésében Adinak, ennek a kissé vidékies trubadúrnak kisebb szerepe volt, mint a közvélekedés tartja. Ez a kötet, Kosztolányi kötete volt a modern költészetnek a megteremtése, szemben az új versekkel. Tehát az új versekben, megmondom, mire gondolok, tehát lehet, hogy a mai költők, amikor nem strofikus verseket írnak, hanem egyéni formát választanak, olyan formát, ami még addig nem létezett, akkor lehet, hogy nem tudják, hogy ők a kisgyermeknek a nyomdokaiban járnak. Tehát az, hogy az új versekben a dolgok még retorikusak, tehát még a romantika programját sem valósítja meg Adi bennük, mert mondjuk címük van a verseknek, tehát ugye ott van az, hogy erről és erről fogok beszélni. Aztán van bennünk 8 strófa, vagyis mondani valómat 8 nagyobb részre fogom osztani. Na most ehhez képest, tessék összehasonlítani a szegény kisgyermek versformáinak a folyékonyságával ezt, a teljesen egyediségével. Ez Rilke nélkül nem ment volna Baudelaire és Rilke importja ez. Tehát ez egy nagyon jelentős dolog, és szerintem ezt ő tudta, hogy ez egy nagyon jelentős lépés, az egyedi ihletet követő versformának a teremtése. Köszönöm. Bocsánat, én is azt mondtam, hogy ez nem poznál, tehát itt addig nem kéne szerintem bántani. Ugye, ahogy 6 strófára, 6 része van a mondani valamak, hát Kosztolánynak van egy strófában, egy része van a dolognak, ilyen alapot, ugye ezt lehetne mondani arra. Nem beszélve, ugye Horváth Iván ugye külön kitér mondjuk a szonett formának, mint szintén heterostrofikus szerkezetére, az pedig ugye már csak a Petrarkára gondolom, hogy hirtelenjében például az ember, tehát ez nem annyira modern jelenség, mert a heterostrofia, mint e pillanatban erre hivatkozva próbálja Horváth Iván én nem gondolom, hogy Kosztolányinak a kötetét meg kéne védeni, úgyhogy most a nagy új versekét lesítőjük. Nem is beszélve a Vér és Aranyról, amit ő ugye nem említ, de hát a Vér és Arany volt az igazi nagy átütő hatása maga korában. Az volt az első igazi Adi kötet, ami valóban megvonzotta az embereket. Az egyik költészetnek ezek az erősségei, ezzel hat, a másik költészet azzal hat, abban van az ereje. Ezeket így kijátszani egymás ellen, pláne irodalomtörténész részéről szerintem nem a legszerencsésebb. Hát.
nagyon jó példa a Petrarca, nem tudták importálni a 19. században néhány használhatatlan szonetkezdemény. Adinak van fordítása, szonetfordítása, az sem sikerült. Babics szonetjei egyidejűleg a szegény kisgyermekkel, tehát az egyik a nem strofikus irányba. Nyilván hát Juhász Gyula százszor annyi szonettet ír, mint Kosztolányi, amelyek nem olyan nagyon jó szonettek általában. Na de tehát ezen az alapon, ebben nem érdemes. Ez egy vesztett. Nem, sajnos az Iván a modernek próbál eladni valamit. Tehát Juhász Gyula Petrarca kortárs? Tehát azt mondom, te is azt mondod, hogy a 20. század elején kellett Kosztolányi kortárs, azt mondjuk, hogy heterostrofikus, ezért akkor Kosztolányi Juhász Gyulának nagyon külsebbi Kosztolányi. Nem baj, hát legalább vitatkozunk, amiért semmi, mint Kosztolányi, mint Petrarca, mint Adi elvírja ezt, semmi probléma. Nekem nem minden jött. Kicsit Kosztolányihoz térjük vissza. Csak ezeket próbálom. Tehát a párhuzatokat, ne feszegessük a csúcsát. Ja, a Pandori szerencét, aztán a Pandorány. Szóval, hogy tulajdonképpen ez a fajta gazdagság, hogy mindenkinek hogyan mond mást ez a kötet, ez szerintem ennek a mostani kritikai kiadás kötetnek, hogy egy szabad, itt így a Buri nevében is itt a öntetszelgésben tündökölnünk, az egyik erénye lett. Tehát azt gondolom, hogy mind a recepció történetben, mind pedig a Kosztolányi saját gyámolító figyelme, amiben persze azért alkotás lélektanilag nem lehet kihagyni a pószt, mindig az a nagy varázsló. Szóval, hogy az azért nagyon ott van, és ez a kötet igyekszik ennek a 25 évnek a folyamatában is bemutatni, nem csak a szövegváltozatok, hanem a Kosztolányi saját reakciói, illetve az őt már az életében ért recenziókritikáknak a tükrében is. És én úgy gondolom, hogy ez azért is egyedi talán magában a sorozatban, mert a legtöbb könyvnél tulajdonképpen sokkal szűkebbre szabott ez az intervallum, amikor közvetlen reakciókat vált ki valami fajta műve. Itt pedig gyakorlatilag már Kosztolányi életében és aztán utána is, hát ahogy már elhangzott félig, meddig ez azért több generáció méreckedik meg ennek a ciklusnak a mérlegén, illetve ez a ciklus több generáció mérlegén méreckedik meg. És talán ilyen szempontból nagyobb a keresztmetszete ennek a kötetnek, ami persze a ciklusnak és a nagy vízhangjának köszönhet. Ugye a recepció történetnek, vagy a megoldás történetnek, ez nagyon fontos, hogy a kortársak közül a legjelentősebbek álltak egy kötet, mögé fedezték föl, kritikusként, költőként, és ez a hatáshoz hozzátartozik, mert nem csak tömegsikerről van szó, az ugye nagy probléma, hogyha csak tömegsiker. Hanem ugye az értő mondhatat, és más kötetemben ő beszédes, hogy nem mindig álltak, kevés gyöngérnek éreztek, nyilván, ha nem is bírálták meg, de nem mondtak semmit, vagy kevesebbet mondtak, és nyilván az, hogy ilyen tartósatán, másodnak aztán fontos, hogy vagy a befogadást történtek, hogy Kosztolányi végigment egy purgatóriumot. Tehát volt egy a halála után, jött az 50-es évek, akkor kiiktatódott. Tehát az, hogy bizonyos értelemben, ha tetszik, akár túlértékelődik, nincs, hogy ismét nagyobbnak, sokkal nagyobbnak látjuk, 50 évvel azért az, hogy túlélte azt, ami a halál után bekövetkezik így vagy így töltöknél, hogy nem biztos, hogy átmennek azon a purgatóri mondat. Mondjuk Adi szerintem most inkább ebbe a... Nem, én nem értek egyet az agatjára, de attól még, hogy az Adi költészet majd gyöngép hatásra, nem ebből, hogy ez a kötet modernebb vagy nem, ez nem a költő különbség, hanem inkább a profétikussága az, ami ott taszítja az irodalmát, a mai kortárs irodalmát, a Adi költészetétől. Mert amit mondhatok én mondatottan ehhez, az, hogy nem csak, tehát persze nagy írók, tehát itt Karintitól, Juhász Gyulán, Németh László, Pignotuszba is lehet még sorolni a neveket, de nekem végtelenül szórakoztató volt az, hogy a kevésbé érdekesen gondolkodók, a költők közül pedig a Harsányi Lajosig bezáróan a nem izgalmas és kimondottan nem első vonal is megszólaltatva érzi magát a szegény kisgyermek által, és ezért a keresztmetszet, amit itt kínál tulajdonképpen, itt megint a recepciót töltettek, hogy nem adok vissza, nem csak az, hogy az irodalomnak az első vonala hogyan reagál, hanem hogy ugyanez, hogy szivárog le az irodalmi recenzió, illetve a primér
fehér irodalomnak a nagyon erősen másod vagy harmad vonalába is. Ezt tulajdonképpen talán ritkábban figyelhetjük meg, de itt most nekem végtelen gyönyörűséget okozott, és ezt úgy szeretném, meg szeretnénk is megosztani az olvasóval, az a sok hülyeség, amit összefirkáltak, akár szakirodalmi, akár szépirodalmi értelemben a szegény kisgyermek kapcsán, mert legalább annyira árulkodó egy-egy kornak a gondolkodásáról, illetve arról, hogy ez a kisgyermek nem mindenkit megfog, mert aztán te gyerekkora az mindenkinek volt. És akkor elolvassa, hogy másnak is volt gyerekkora, és ezen csurig meghatódik, és rögtön írja is. És ezért van egy olyan rálátás erre a nem sikerült irodalomra is, vagy az oldalvizére, ami talán ritkábban kerül a szemünk elé, pedig amúgy izgalmas. Gyerekünkben kis fiú között is, akinek Gyere Zsolt mondta, hogy ő felzár, és látod, nagyon mondja, ez a közösségek is lenne. Ez mutatja, hogy 50 percre hosszabb nem lehet, hogy fiúk lehet, hogy mondjuk. Akkor megkérlek, hogy akkor olvasd el azt a keresetet, amit értél. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet e-tintával írnék egy kisleánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, és egy kacska ringós kedves madarat. És akarok még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat. És kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió, tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, hígító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapu, ablak, Ánya augusztusi délkor a kapuáján, és akarok még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig írnék, kikkel húgomnak, anyámnak aranyjal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem unnám, egyre írnék, egy vintoronyba szünet szüntelen, hogy boldog lennék, Istenem, te boldog, kiszínezném vele az életem. Sándor nem olvasta ilyen jól ezt a verset. Köszönöm szépen, nagyon is meg a közelműködésnek, és a figyelmet. Köszönöm szépen.